Sziasztok! Nem tudom ki az, aki ki fogja most találni, hogy mi van itt a kezemben. Nem tudom, itt igazán szavakra nem is lesz szükség, de azért elmondom, hogy ez egy nagy üveges molinzi. Ez a noni gyümölcsből készült ital, amit morinda citrifóliának is hívnak. Ez egy nagyon egzotikus trópus gyümölcs, én már nagyon bontanám, mert láttátok, hogy indult el a kezem. Na most ezt a gyümölcsöt rengeteg mindenre használták, tehát Polinézia a hazája ennek a gyümölcsnek, ott használták először a benszülöttek, akár sebek gyógyítására is, és egyébként természetesen meg is itták, sőt még dzsemet is készítettek belőle, illetve befőttök. Na most ezt a DX-en ez ital formájában forgalmazza, illetve állítja elő nekünk. És én imádom ezt a morinzit, tehát kisebb kiszerelésben már láttátok, hogy ittam, de most megnézzük, hogy milyen a nagy. Egy picivel olcsóbb az ára egyébként, mint hogyha sok kicsit venne az ember, az általában így szokott lenni. Hú. Oké. Hát ez szerintem gyönyörű. Ez az üveg. Ez most, aki borkedvelők, akár bornak is nézhetnék. Gyönyörű sötét barna sűrű színe van. 100% természetes, biotermesztésű noni gyümölcsből készült. Én most a részletekkel nem fárasztani senkit, főleg magamat nem, mert nagyon-nagyon szombes vagyok. Az a lényege, hogy be is kell ezt hűteni, de azért annyira ne, hogy álljon az ember torka, meg jól fel kell rázni használat előtt. Most ezt kicsit óvatosan teszem, mert ha kirepül a kezemből, akkor hisztizni fogok. A másikat azt is simán félkézbe lehetett rázogatni. Na, akkor lássuk a nonit. Szigorúan betűvel. Aha. Okay, so for you new speakers out there, this is a DXM Morinzi, which is made from noni fruit, Morinda citrifolia fruit. The home of this fruit is Polynesia, and the Polynesian indigenous people use the noni fruit for many sicknesses, and they even made gem from it, and they even used it on scars and to heal wounds. You know, they put the fresh noni fruit on the wounds, and they healed the wounds with it. And it is also a delicious drink, and I will show you what it looks like in a glass. Jó, hát akkor ezt most kiöntöm először egy pohárba. Én ezt, a kicsiket ezt nem szoktam poharazni, én ezt lenyomom egybe az üvegből, de most már mondták nekem, hogy ne legyek már ilyen iszákos, hogy üvegből nyomom, mint hogyha valami buliba lennék. Én most kiöntöm, meg is nézzük, hogy néz ki. Hú, de jó sűrű. Nagyon komoly cucc. Okay, so it's very, very thick. Okay. Hát ez így néz ki közelről. Egészségetekre. To your health. It's perfect. Tökéletes. Ugyanaz, mint a kis üveges. Nekem egy picit, mintha más íze lenne, nem tudom. Mindegyik üvegnek más íze van egyébként, úgyhogy próbálgatni kell, jó sokat meg kell inni belőle. Hát egy kis bajuszom is lesz. Maybe I will have a mustache by the end of the video. Okay, szóval ez a morinzi, ez nekem továbbra is az egyik kedvenc DXM italom. Valahogy minél többet iszok belőle, annál jobb az íze. So DXM morinzi is still one of my favorite health drinks from DXM. And the more I drink, the more delicious it becomes. So I think I will continue this habit of consuming morinzi. And as you can see, I have another drink here, which is DXM vinaigrette. Ugye látjátok, hogy van itt nekem még egy másik termék. Ez a DXM vinaigrette, egy ganodermás rizsecet. It is rice vinegar with ganoderma. And I will also make a product presentation video about this soon. Gondolhatjátok, hogy ebből is lesz majd egy nagyon jó kis videó hamarosan. Úgyhogy nem sokára találkozunk megint.